Sziasztok lányok! Elindítok egy vlogot, úgy döntöttem, hogy most van kedvem egy kicsit vlogolni. Péntek délután van, és ma fogjuk tartani anyukáméknál a lányomnak a születésnapját. És tegnap már a barátnőméknél megtartottuk, ott voltak a nagyiék, meg a család ezen része. És kapott egy nagyon szép ilyen kis autót, nálunk ilyen Playmobil mánia van, és a kicsinek is van, a nagynak is, és most a lányom is kapott egy ilyen nagy rózsaszín olyan autót, amiben ezek a Playmobil figurák beleférnek, úgyhogy ezáltal így együtt tudnak ezekkel játszani. És még egy nyakláncot szeretett volna, képzeljétek el, és meg is vettük neki természetesen, hogy ő abba szeretne ma óviba menni, és hát az óvónénik azt mondták ebbe az óviba, hogy ott megengedik, úgyhogy ma már mehetett ebbe, viszont amit még kért tőlünk, az popim, vagy mi a túró, tudjátok, a gyerekeknek ezek a nyomkodós, nem is tudom minek mondják, stresszlevezető valami, mert a gyerekek akkora stressznek vannak kitéve, hogy ilyen nyugtató dolgok kellenek nekik. Nem, nyilván nem, de mindegy, hatalmas nagy menő dolog most ez, úgyhogy olyat kért még a szülinapjára. Úgyhogy most 2 óra elmúlt, és arra gondoltam, hogy most elmegyünk a kínaiban, mert tegnap voltam a játéküzletben, de ott csak ilyen icike-picike volt, és ő pedig nagyobbat szeretne, úgyhogy most együtt elmegyünk a kínaiba, veszünk neki, illetve itt közben megmutatom nektek a tegnapi napról egy-két ilyen kis pillanatot, mikor megkapta az autót, túl sok felvételt nem csináltam. Tegnap nem voltam valahogy a videózásra ráhangolódva, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztam napközben, és ebből az következik, hogy képzeljétek el, hogy ma éreztem ilyen full kimerültnek magam, és reggel 7 órára elvittem a mamát erre az oltásra, a második oltását most kaptam meg, úgyhogy felébredtem 6-kor, elrendeztem a gyerekeket, a mamát elvittem 7 órakor oltásra, vagyis 7 órára, 8:30-re hazaértünk, megreggeliztem, és úgy voltam vele, hogy a mai munkámat megcsináltam tegnap, és nagyon-nagyon sokáig fönt voltam. Majdnem éjfélig fönt voltam, és csak dolgoztam a laptopon. És 9 órakor úgy döntöttem, hogy na most akkor bedülök egy kicsit az ágyba, és úgy, hogy nincs itthon senki, és nem kelt fel senki, egy kicsit pihenek, és képzeljétek el, hogy ilyen szerintem évek óta nem volt, 2:30-kor ébredtem fel, szóval ma hazajöttem, elrendeztem reggel a dolgom, lefeküdtem, 9 órakor, és 2:30-ig aludtam. Csajok! Úgyhogy ez a fej, ez most komolyan ki vagyok, pihenve, de totál. Nagyon-nagyon-nagyon régen nem volt ilyen. Illetve mondta egy csajszi, hogy még jön egy ilyen tanuló kutyusér, amit már mi úgy nem használunk, és azt mondta, hogy dél körül jön, rám csörög, hát azóta is csörög, úgyhogy most már nem fogok várni tovább. Illetve voltunk bent reggel a sírköveseknél is, akiknek elvileg meg kellett volna csinálniuk szerdára, legkésőbb, ez már a második-harmadik határidő volt a sírkövet, és ma megint bementünk, hogy mi a fene van, és a szakemberek nem dolgoznak esőben, nem dolgoznak szélben, most nem volt anyag, most ez nem volt, most az nem volt, szóval minden nap van valami kinyuk, amiért éppen nem dolgoznak, június óta jó, szóval október közepe van lassan. Na mindegy, reggel azt mondták, hogy ma már megcsinálják, úgyhogy a kínai után megállok ott, illetve már mind a temetőbe kimegyek és megnézem, hogy tényleg meg-e csinálták, mert nyilván az emberekben nincs annyi, hogy szóljanak. És itt most gondolok még valamire, szombat óta nincs tévénk. És hát nálunk, hogyha valami elromlik, akkor a férjemnek az az alap hozzáállása, hogy vegyünk egy újat. Na most én miután elkezdtem egy kicsit azt, hogy egy kicsit figyeljünk oda arra, hogy mit dobunk ki, és amit még helyre lehet hozni, akár egy ruhát meg lehet varni, vagy akármi, azt ne dobjuk ki. És a férjem mindig úgy van vele, hogy ezt már eljátszottuk egy csomószor, annó hívtunk mosógéphez szerelőt, megcsinálta, kifizettünk 10-20-30 ezreket, 2 hét múlva megint rossz lesz, aztán rossz lett, és nyilván kellett venni még egy újat. Aztán ugyanezt eljátszottuk a mosogatógéppel is régen, hogy hívtam szerelőt, és akkor mondta, hogy befejeztük. Azóta bármi úgy elromlott, inkább vettünk egy újat. Na most én úgy voltam vele, hogy annyira nem szeretnék most
új tévét venni, most vettük meg a vasalót, megyek piercingre, már mindenre a sejmen piercinget szeretnék tetetni ide a fülembe, hát, hogyha esetleg visszajön a szaglásom, meg hasonló, és úgy voltam vele, hogy nem nézze meg inkább a tévészerelő a tévénket, hát, hogyha meg tudják javítani reális áron, hát ez volt hétfőn, ma péntek van, és azt mondták, hogy egy-két nap, és szólnak, hogy mi van vele, nagyjából mondtam nekik, hogy az egész tévé nagyjából 60 ezer forint volt, úgyhogy ha 20 ezer forint fölötti a szerelés, akkor szóljanak, mielőtt nekiállnak, mert akkor azért átgondoljuk. És nem szóltak. Természetesen, hát miért szóltak volna? Nem is értem, hogy miért várom el bármilyen szakszervisztől, vagy akárkitől, akinek kifizeted az előleget, vagy megegyezel vele, hogy szóljanak. Na mindegy, ez a 21. század, itt mindenki, legalábbis a legtöbb cég úgy van vele, hogy majd szólsz, te majd utána érdeklődsz, hogyha érdekel, addig meg le se szarják. Na mindegy, felhívtam máma tévészerelőt, vagyis ma, bocsánat, nem máma. És hát közölték, hogy maga a processzor rossz, ami annyiba kerül, mint a tévé, és igazából a raktáron sincs, úgyhogy lehet, hogy hetek vagy hónapok még megjön, meg igazából annyi pénzből már egy új tévét tudunk venni, mint amennyi ennek a szerelése, és ezt még úgy nem közöltem a férjemmel, hogy basszus, megint igaza volt. Elvittem a tévét diagnosztikára, amiért kifizetjük a pénzt, hogy megnézték, hogy mi a rossz, majd utána vehetünk egy új tévét, mert... Ja, csajok. És az a helyzet, hogy ez most nagyon-nagyon furán fog hangzani, viszont előző héten ugye megvettük ezt a gőzállomásos vasalót, és azóta mindent vasalok, és nagyon-nagyon szeretem, viszont rá pár napjára elromlott a tévé, és lehet, hogy ez a gőzállomásos vasaló, ez akkora gőzt nyom ki, persze a tévészerelő is azt mondta, hogy hát igazából nem szabadna, csak mással nem tudom összefüggésbe hozni, hiszen ez egy 2 éves tévé, pont szerintem napra pontosan járt le a garancia, amikor elromlott. Úgyhogy hát ez a hétvégénknek az egyik szerves része lesz, hogy mi. Meg ugye nekünk a gyerekek, vagyis hát a nagyfiam, ő szokta nézni reggel a tévét, amikor felébred és bennünket még hagy aludni. Amúgy abszolút nem hiányzott egész héten, sőt, tök aranyosak voltak itt minden este, nem mesét néztek, hanem játszottak, birkoztunk, együtt társasoztunk, együtt játszottunk, úgyhogy igazából semmi problémám nem volt úgy, hogy nincs itt a nappaliba tévé. Na mindegy, a hétvégén el kéne döntenünk, hogy veszünk egy másikat, vagy mi legyen, vagy veszünk egy másikat. Nem tudom, még csajok, erre tök nem számítottam, és megint igaza lett a férjemnek. És ez tuti, hogy nyomatékosítani fogja ő is, hogy na látod, megmondtam, hogy ne vidd szervízbe, megmondtam, erre csak ráfizetés lesz. És tényleg. Na, nem beszélek tovább, mert most már lassan 9 perce beszélek, hanem felveszem a kis cipőmet, úgy fölöltöztem már. Így képzeljétek el, így 2:45-ra odáig jutottam, hogy fölöltöztem, szimplán vettem egy legénit, kis zokni veszek egy sportcipőt, meg egy pólót, és megyünk a kínaiba, megállunk a temetőbe, és aztán pedig megyünk a gyerekekért az óvodába, szerintem a kettő között már nem hiszem, hogy lesz annyi időnk, hogy hazajöjjünk, ha csak nem végre ideérne a Chelsea ezért a plüss kutyáért, vagy Fisher Price-os, tudjátok, ez a játsz velem kutyus. Nálunk már ugye a gyerekek kinőttek ezekből. Úgyhogy minden ilyesmi, minden baba dolgot eladtam, elajándékoztam, odaadtam valakinek. Ja. Ja, csajok, ez van, megyünk. Be fogjuk kezdeni, mert az van azon az oldalon, és még a pénzváltóba is be kell mennem, arra jöttem rá, mert a tortát ugye mostanában mindig ács teszéren csináltatjuk a Fakkanerikánál,
nagyon-nagyon finom tortákat csinált, tök reális áron, szóval ilyen 7000 forint körül szoktunk fizetni, és ott van ugye mindjárt Súr mellett Ács teszér, és így nem kell mondjuk tőlünk 60-70 kilométerről a tortát cipelni, mert nem biztos, hogy kibírná, illetve itt is szokott lenni, na gyertek, itt is szokott lenni tortánk, de itt ilyen márlenka, és nagyon-nagyon szeretjük a márlenkát, most barackos márlenkát kaptak a gyerekek, vagyis hát a keresztanyukájuktól kapták, úgyhogy az a helyzet, hogy azért pedig meg kell állnom a pénzváltóba, hogy pénzt váltsak forintot, euróról forintot. Illetve van még valami, amit rendeltem, az a húgomnak a párja, Erik, ő hozott nekünk nem olyan régen egy olyan chili szószt, az a neve, hogy kaszás, majd megmutatom nektek itt képen, és olyan szinten csíp, és nagyon-nagyon szeretem, hogy őt kértem meg, hogy rendeljen nekem még egyet, és az is ilyen 2600-700 forint, úgyhogy úgy kell pénzt váltanom, hogy azt ki tudjam fizetni, mert ugye nyilván a euróval nem nagyon díjazzák, hogyha fizetek. Ja, és 3:30-ra oda kell érnem a kicsikére az óviba. És amit még mesélni akartam, hogy most már nem dolgozok, legalábbis a második munkahelyemen nem, sajnos. Vagy nem sajnos, nem tudom, pont most jött az e-mail, hogy jövő héten pénteken nem lesz óvoda, mert továbbképzés. Meg az ősziszünet is, úgyhogy mivel nem vállaltam el azt, hogy este 6 óráig maradok, ami számomra egyszerűen kézenfekvő volt, hogy az nem fogok este 6-ig dolgozni, mert akkor igen mondanék a munkára és nem a gyerekeimre, legalábbis én ezt így éltem meg. Úgyhogy maradtam annál, hogy nem érzem azt, hogy nem dolgozok, mert ráfeküdtem arra, hogy ezt a social media felületeket pedig napi 4-6 órában csinálom, ami azt jelenti, hogy megpróbálok minden ilyen, akár a YouTube, akár az Insta felületen is, nem hogy csak aktívabb lenni, hanem egy kicsit minőségebbi és jobb tartalmakat, és rengeteget fejlesztem magam ezen a téren, nagyon sokat olvasok, hogy mi az, amit tudok javítani, hogy ez az online tartalomgyártói munkakört úgy csináljam, hogy sikeres legyek benne, és hát remélem, hogy előbb-utóbb ti is látni fogjátok a változást. Úgyhogy a munkám a 3 gyerkőc mellett jelenleg az online tartalomgyártó lett, és nem fogom azt mondani, hogy nem dolgozok, mert nagyon-nagyon zavarja a fülemet, mert amúgy meg baromi sok munka van ez mögött is, még akkor is, hogy ezt nagyon-nagyon sokan nem tartják munkának. Na, ennyi a fecsegés, ide jöttem a temetőhöz, itt most már a jobb kéz felől nekem a temető van. Amit még el kellene intéznem, hogy a kulcsot ebbe kicseréltetni az elemet. És nem tudom, hogy a vásárcsarnokban kulcsmásolónál lehet-e ilyen elemet cseréltetni, de napok óta cseszekedik az autómban ez a kulcs, úgyhogy na menjünk, és nagyon remélem, hogy ezek a sírkövesek tényleg megcsinálták már, mert nem mintha nem lenne mindegy most, hogy egy hét vagy két hét, de azért a mamának ez fontos, és nekem meg fontos az ő lelki békéje, és amúgy meg az emberek szava is fontos lenne már a kié. Hát ezt még mindig nem sikerült, viszont mellettünk a másikat, amit mondott a hölgy, azt már megcsinálták. Hát de miénket nem. Na, szóval most jöttek meg, pont, hogy itt voltam a srácok megcsinálni a sírkövet. Nekiálltam rohanni, mert közben velük elbeszélgettem az időt, hogy mi legyen, hogy legyen. De nagyon örülök, hogy egyáltalán ide értek, és azt csinálták, amit mondtunk, amit kértünk, úgyhogy ezt tényleg nagyon-nagyon örülök. És közben hívott a csaj, hogy mindjárt ott van nálam, azért a megbeszélt kis játékért. Úgyhogy rohannom kell haza, 3:43-ban, amúgy itt, amit halljátok, azt már ha nekünk a sírkövön dolgoznak. Hát nem egy túl idilli vlog hely, de ezt gyorsan el akartam mondani, és rohanok is tovább.
Na ide értek lányok a kis játékért, és igen, megizzadtam, mert a sírkövesekkel kicsit elbeszéltük az időt, és közben rohantam föl azért a kis kutyus pajtásért, vagy mi a túróhoz, és rájöttem, hogy nekem még tankolnom kell, mielőtt megyünk anyuhoz, meg kell vennem azt a bigyót a lányomnak, és el kell mennem a pénzváltóba, a kulcsba ki kell cseréltetni az elemet, és mindenre van kereken 30 percem, úgyhogy látjátok, aki lefekszik délelőtt, az így jár, délután rohangál, de hát na, szerintem 5 évente egyszer belefér, hogy az ember lefekszik és alszik egy baromi nagyot, és nagyon jól esett. Csajok. 28 van, 15-28, és megmutatom, mit vettem. Képzeljétek el, hogy kezdjük ott, hogy felmentem a kulcsmásolóhoz, mondta, hogy ő nem árul elemet, úgyhogy nem is csinálja meg. És képzeljétek el, hogy kulcssal nem lehet rendesen kinyitni az autómat, fogalmam sincs, hogy miért, és leküldött, hogy akik elemet árulnak, ők szoktak cserélni, viszont ott egy hölgy volt az eladó, és mondta, hogy hát a főnököm ki szokta cserélni, de hogy hát én nem. Hát mondom, ez az egy kulcs van a kocsimhoz, ha szétszedi és nem lesz jó, akkor az marha nagy szívás lesz. Nagyon bátor volt a csaj, szétcsavarozta, kiszerelte, beszerelte, és hát féltem, hogy nem lesz jó. De végül is sikerült, úgyhogy hál' Istennek, mert már izomból nyomkodtam, hogy nyíljon ki. És akkor megmutatom, hogy mit vettem. A fiamnak vettem 3 vagy 4 darab trikót. Az egyik öltök írt nekem, hogy nézzem meg a kínaiba ezeket az alsó trikókat, mert hogy ezek is vannak ott 100% pamut, és tényleg voltak amúgy 100% pamut. Póló, vagyis trikók. Pólóba jár iskolába, mert hosszú ujjúba megizzad, viszont kell, hogy 2 réteg legyen rajta, úgyhogy a nagyfiamnak vettem 4 darab ilyen alsó trikót. Hetek óta járkálok érte a Pepkóba, a Takóba, és nem volt. Aztán a lányomnak végül is ezt a hatalmas nagy lepkés, vagy masni is? Lepke vagy masni. Ki minek látja? Ezt vettem meg. Hát nem mondom, hogy olcsó volt, mert 14 euró volt, és na mindegy, de ő ezt szerette volna, hát ez tuti kioldja az összes stresszt belőle, mert mire ezeket ki meg bepukkasztja, addigra hülyét kap inkább. Aztán a kicsinek pedig vettem egy ilyen Pikachu-s kulcstartót, méghozzá azért, mert a nagyfiam kapott az iskola táskájára, és azóta könyörök, hogy vegyek neki is, úgyhogy lényegében mindenki kap, és mindent elintéztem, a pénzváltót is, a gyerekeknek is a dolgait, egyes-egyedül a tankolás nem, viszont az a tervem, hogy most már gyorsan elindulunk, és megyünk a 2 kicsiért, aztán felszedjük a nagyot, és utána együtt elmegyünk tankolni, mire hazaér a férjem és letusol, addigra mi is otthon leszünk az összes pakunkkal, és mehetünk anyuhoz. Play by USB drive. Play by, okay, play by. És reggel ettem amúgy 2 virslit reggelire, és 1:30-kor, mikor felkeltem, akkor rájöttem, hogy van még egy csomó teendőm, és akkor meg egy kávét dobtam csak be, és ettem 2 ilyen kis műzlit, úgyhogy kezdek éhes is lenni. A lányom még választott, hogy hova megyünk ugye kajálni minden gyerkőtnek a születésnapján. Ő választja ki, illetve névnapján is,
hogy hova szeretne menni, ez lehet cukrászda, lehet pizzéria, lehet fagyizó, lehet bármi, amit ő szeretne. Ilyenkor mindig ők, de ezt gondolom, mert tudjátok, mert nekünk ősszel, hát nyáron van néni szülinapja, és a két nagy gyerkőcé pedig ősszel, úgyhogy mostanában sok ilyen szülinapos vlogot láthattatok tőlem. Hát ez nem csak szülinapos vlog lesz, hanem ez is szerintem egy brutál hosszú vlog, de tudom, hogy szeretitek az ilyeneket, úgyhogy... Na, viszont az nem biztos, hogy ma lesz méghozzá, azért nem biztos, hogy ma lesz, mert nem akarok este 10-kor hazaérni anyuéktól, és szerintem így is csak este 6-ra fogunk odaérni legkorábban, mert ugye mire felszedjük a gyerekeket, az 4:30, hazaérünk a tankolásból, meg mindenhonnan, az nagyjából 5 óra, és mire anyukámékhoz le fogunk érni, szerintem bőven 6 óra körül lesz már, és ugye még akkor megállunk a tortáért, de úgy vagyok vele, hogy péntek van, és ha nem alszanak el 8 órakor, akkor elalszanak 10-kor, vagy 10:30-kor, holnap legalább nyugodtan aludhatnak jó sokáig, attól egy kicsit tartok viszont, hogyha hazafelé elalszanak az autóba, és itthon felébrednek, akkor az nem lesz túl jó. De hát ez van. Ez van, csajok, megoldjuk. Jelentkezem egy kicsit később, mert most már tényleg rohanok a gyerekeimért. Na hát időközben 3:45 van, összeszedtük a férjemet is, és az összes gyerkőc is itt van, úgyhogy indulunk a mamihoz. Szia, mami! Szia, mami! Szia! Szia! Szia, nagy legény! Na, hogy megy a suli? Jól? Szia! Segítsek? Aha. Bemehettek, csak vegyétek le a cipőt. Na, ideértünk a mamihoz. Szia, mami! Sziasztok! Boldog születésnapot, ezt a Gyuri bácsi küldte születésnapot. Nektek ugyan nincs születés, ez is a tél. Nektek nincs szülinapotok, de azért is kaptok valami. Majd kimondjátok, azt meglátjátok. Sárkány repülő, azt akkor szabad, mikor fúj a szél. Ez mi? Ez sárkány csajosat. Csak a lézsőjét nem adni. Anya, légy neki a boldog szüli napot. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot, Emma. Boldog szüli napot. Na fújj, de! Ügyes vagy! Na közben, amíg mi itt tortáztunk, addig a Zoli elkezdte a feliratot feltenni a másik felére is. És mivel írta az egyikötök, hogy hajszárítóval szárítsunk rá, hogyha rossz idő van, így most ezt vetettük be, úgyhogy innen is köszönöm, hogy ezt leírtad. És most felkerülnek rá a pillangók, és kész lesz. Tessék! Megint nem a bánikát. Itt azt mondja. Izabella is kipihente magát, úgy látom. Én már magam. Hát, már megint nem. Az azért kell.
Most oda raktad a gyerek elé? Meg! Fuzsi, ne! De már nincs rajta az állam, mert leszettem én. Szia! Szia! Légy rossz csont! Jó.